Jó estét kívánok, köszöntöm a közügy nézőit. Ahogy azt a napszemlében is láthatták, Debrecenben járt ma a külgazdasági és külügyminiszter, először a Vitesco Technologies Hungary Kft. Gyáravató ünnepségén, majd a Hajdú Aliu Zrt. Új gyártóüzemének ünnepélyes átadóján vett részt, és ha már városunkban járt, talán mondhatom azt, hogy jó szokásához híven elfogadta a Debrecen Televízió meghívását. Szijjártó Péter a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! No hát, ugye, ha már Vitesco, és ugye onnan jön, azt elárulhatjuk a nézőknek, hogy felvételről megy a beszélgetés. Nem tudom, hogy esetleg a német partnerekkel mennyire került szóba a tegnap esti mérkőzés, mennyire kellett gratulációkat fogadnia? Hát tegnap délután óta, vagy inkább mondhatnám azt is, hogy egy jó pár napja csak ez a téma különböző okok miatt, és akivel a mérkőzés óta beszéltem, pedig beszéltem nagy német vállalatok vezetőivel azóta telefonon is részben, meg személyesen is, mindenki csak a legnagyobb elismerés hangján beszélt Magyarországról, a magyar válogatottról, a magyar csapatról, szóval szerintem győzelemmel felérő döntetlent arattunk. Beszéltem a nagykövetünkkel is Berlinben, aki mondta, hogy már a mérkőzés alatt, a mérkőzés után pedig pláne német politikusok, gazdasági szakemberek, meg úgy általában a partnereink nagy részétől söpörte be a gratulációt. Mindez persze azt mutatja, hogy mindaz, ami zajlik a színfalak előtt, az nem mindig van köszönő viszonyban azzal, ami a való életben a színfalak mögött zajlik, ezt azért érdemes tudnunk. Mondjuk lehet, hogy akkor kellemetlen lett volna a mai látogatása, és ha esetleg be is nyerjük a meccset, és nem kapjuk a végén azt a gólt, akkor kicsit másképp beszélgetnek a német partnerekkel. Hát nézze, hadd fogalmazok egyszerűen, a normális emberi kapcsolatokra törekvő emberek között szerintem egy futballmérkőzés nem okozhat problémát, akármilyen kimenetellel is rendelkezik. Az meg azoknak a szégyene legyen, hogy ilyen hangulatot gerjesztettek körülötte, akik megpróbálták egy aljas politikai játszmába és egy hazugság hadjáratba belerángatni a mérkőzést, magát, a sportolókat, a nézőket. Akik kint voltak szurkolni Münchenben, mindannyian érezhették a folyamatos provokációkat, azt a fajta bánásmódot, ami azért a korrektségtől viszonylag messze van. Tehát amikor a magyar szurkolótábor elé kommandósok vonulnak föl, vagy amikor két órára megállítják a magyar szurkoló buszát, vagy amikor nem engedik, hogy a magyar konzulok ott legyenek az érdekvédelmet biztosítani, ezek mind-mind azt mutatják, hogy aljas politikai szándékból egy ilyen nagy turbulenciát körítettek a mérkőzés köré, ami azért nem helyes, mert a történelem már sokszor megmutatta, hogyha valaki aljas politikai szándékokra akar felhasználni sportot, egy sporteseményt, az nem végződik jól. És hogyha valaki, akkor a németek mondjuk ezzel, azt hiszem, hogy tisztában lehetnének, ezért is némiképpen érthetetlen, amit műveltek előtte. De hát most már túl vagyunk rajta. Mi újság a szurkolókkal? Ugye lehetett olvasni, hogy elő is állítottak néhány magyar szurkolót is, mivel a konzulokkal közvetlenül ugye nem tudták felvenni a kapcsolatot, mennyire tudtak segíteni rajtuk, mit lehet tudni róluk? Ez egész ugye onnan indult, hogy a magyar szurkolók, 53 magyar szurkoló buszát megállították a német rendőrök odafelé, aztán két órán keresztül váratták őket, átkutatták a buszt, mindenkit levideóztak, akkor a busz egyik utasa értesítette a kollégáimat Münchenben, és akkor erőteljes konzuli fellépésre, miután nem tudott a bajor rendőrség magyarázatot szolgáltatni a busz több mint két órán keresztül történő várakoztatására, el kellett, hogy engedjék a buszt, amit aztán néhány kilométer múlva a vámhatóság állított meg. Akkor szerencsére újra kaptunk jelzést, ott is közbe tudtunk lépni, és akkor végül is a szurkolók időben odaértek. Aztán akkor jöttek ezek a teljesen piti dolgok, hogy csak impregnált molinót lehetett bevinni a stadionba, mondván, hogy ami nem impregnált, az éghető, és ezért tűzvédelmi kockázata van. És nem tudom, hogy nevetés nélkül, vagy szégyenkezés nélkül, hogy bírták ezt elmondani azok, akik ezt kitalálták, és utána még alkalmazták is, holott ugye lehetett tudni az előzetes hírek alapján, hogy a német nézők között egy bizonyos zászlót kiosztanak, és nyilván az impregnál volt, és nem éghető, gondolhatjuk. Meg egyébként zúgott az eső végig, tehát teljesen reális volt, hogy ott tűzült ki a stadionba a nem impregnált molinók miatt. És akkor ugye utána jött a német rendőrség felvonulása a magyarok szektor elé, jött az a döntés, ugye, hogy nem vonulhattak a magyar szurkolók, buszokkal szállították őket, és 18 magyar szurkolót előállítottak különböző okok miatt. Most kérdeztem a főkonzulunkat, hogy mi a helyzet, 16-ot elengedtek, 10-et már tegnap este,
aztán hatott kicsit később, ketten vannak még a német rendőrség vendégszeretetét élvezvén. Őkkel kapcsolatban is próbálunk minél gyorsabb eljárást kérni a bajor rendőrségtől, de azt el kell mondjam, hogy szokatlanul és megdöbbentően ellenséges, inkorrekt hozzáállást tapasztaltunk a bajor hatóságok részéről egész végig. Miközben most megint nem a sportesemény részét nézve, hanem konzuli szempontból megközelítve a dolgot, az ilyen események abban a szempontból egyszerűek, hogy a konzulokat mindig odaengedik, mert hát a konzuloknak az a dolguk, hogyha valaki külföldön bajba kerül, vagy bármilyen ügyes bajos dolga akad, akkor ott tudjanak segítkezni. A legegyszerűbb tolmácsolástól kezdve az elveszett dokumentumok pótlásán át a jogi segítségnyújtásig, és ezeket mind-mind nem engedélyezték. Tehát egy ilyen gátlástalan és aljas politikai körítést vittek a meccs köré azok egyébként, akik sokszínűségről, elfogadásról, demokráciáról, liberális értékrendről beszélnek. Úgyhogy hát morálisan megbuktak. Mi megszereztünk egy pontot az egyel ezelőtti világbajnoktól, tehát azt hiszem, hogy a mi oldalunkon jól zárult ez a történet. Ugye az egész ügy hátterében nyilván ugye a gyerekeket védő úgynevezett pedofil törvény van, ami ellen tiltakoznak ezekkel a szivárvány színű mozgalmakkal, mondhatjuk ezt. Önnek most már azért napok óta kell állni a rohamot ezzel kapcsolatban, imit amott adja az interjúkat, akár magyarul, akár angolul, ahogy nézem. Mennyire lehet ennek a, nem tudom én, erődemonstrációnak az Európai Unió részéről akár eredményeit Magyarországon, meghátrálhat Magyarország, vagy lehet tartani ezt a frontot, úgymond? Hát nézze, meghátrálni biztosan nem fogunk, mert ha van olyan ügy, amiben kompromisszumot nem lehet kötni, az a saját gyermekeinknek a védelme. Tehát akármilyen nyomást is gyakorolnak ránk, akármilyen hazugsághadjáratot indítanak meg, akármilyen álhírkampányt vezényelnek le gátlástalan és aljas módon Magyarországgal szemben, itt mi biztosan nem fogunk hátralépni. Ugye volt már ilyen típusú, ilyen erejű, ilyen koncentrált nyomás rajtunk például a migrációs hullámok kapcsán, hogy engedjük be Magyarországra az illegális bevándorlókat, fogadjuk el a kötelező letelepítési kvótát, és így tovább is emlékeztetünk erre. Ott se engedtünk, és mára kiderült, hogy mennyire igazunk volt. Meg tudtuk védeni Magyarországot, és ugyanígy meg fogjuk védeni a gyermekeinket is. Tehát az nem megy, hogy NGO-k, ilyen-olyan senki által semmire fel nem hatalmazott szervezetek, meg propagandisták mondják meg a gyerekeinknek, hogy a szexuális orientáció tekintetében merre van az előre. Ezt rá kell bízni a szülőkre. Hát ha valamit, akkor ezt rá kell bízni a szülőkre. A gyerekek szexuális orientációjával kapcsolatos nevelés kizárólagosan a szülő joga 18 éves koráig a gyereknek. Hogy utána mi történik, az meg az államnak nincsen semmifajta köze. És tudja, ezért borzasztóan bántó, amit művelnek ezzel a törvénnyel kapcsolatban, mert ez a törvény, ez senkit nem diszkriminál. Semmilyen jogot nem veszel senkitől, senkit nem különböztet meg hátrányosan, mert semmit nem mond arról, hogy egy felnőtt embernek milyen módon kell élnie. Semmit nem mond róla. Pusztán annyit mond, hogy amíg a valaki gyerek, amíg nem éri a 18. életévét, addig a szülő neveli a szexuális orientáció szempontjából. Na most ezt megtámadni azért szerintem elég durva és értetetlen dolog. Ugye ugyanakkor pont az Ursula von der Leyen azt mondta, hogy akár jogi következmények is lehetnek, és akkor mondjuk ebből fakadóan, vagy emellett lehetnek-e gazdasági következmények is, hogy látja? Ugye azért rengeteg olyan partnere van Magyarországnak, akik szintén demonstrálnak. Hát nézd, erre azt tudom önnek mondani, hogy ma beszéltem három nagyon nagy német cégvezetőjével, valakivel személyesen, valakivel telefonon, fontos ügyekről. Na most ezek az ilyen égi jelenségek, szivárvány, meg törvény arról, hogy kinek milyen joga van, meg hogy ezek nem kerültek elő. Tehát azért azt látni kell, hogy ahol a valódi élet alapján és a valóság alapján születnek döntések, ott az ilyeneknek nem ülnek fel. Foglalkozunk a pozitív dolgokkal, Debrecennel elsősorban, ha már itt vagyunk, és Debrecenben látogatott, nem tudom, milyen véleménnyel van a város alakulásáról, azért személyesen nyomon követi, mondhatom, hiszen elég sűrűn jár hozzánk, hála Istennek, hiszen az azt jelenti, hogy van mit bejelenteni. A déli ipari park például szépen alakul. Milyen jövőt vetít Debrecennek ebből a szempontból? Ugye egy gazdasági központ van kialakulóban. Hát nézd, ha azt nézem, hogy az elmúlt 7 évben 33 nagy beruházást tudtunk idehozni Debrecenbe, amelyeknek az értéke meghaladja a
700 milliárd forintot, akkor az azt mutatja, hogy az a célkitűzésünk, hogy Budapest mellett legyen még egy nagy, vonzó, komoly agglomerációval rendelkező, regionális vonzerőt felmutatni tudó városunk, akkor jó úton haladunk. A Debrecen vonzereje most már nem csak az ország határain belül, hanem azokon kívül is mérhető, hogyha valaki eljön, de az látja, hogy a város egyre nemzetközibb, alapvetően ugye az egyetem és az itt működő nagy vállalatok miatt. A BMW gyárépítése és az ahhoz kapcsolódó infrastruktúrális, valamint egyéb közösségi beruházások beleértve az oktatást is még ezen a szinten emelni fognak. És talán a túlságos közzékenység kockázata nélkül tudom azt mondani, hogy van egy-két olyan nagy jelentőségű beruházás a csőben, vagyis tárgyalás alatt, amelyek hát majd, ha sikerül megnyerni őket, akkor azért a nemzetközi gazdasági sajtó címoldalaira fognak kívánkozni. Ez olyan nagyságrend? Igen, igen. Nem tudom, BMW-hez képest? Nagyon nagyok maradjunk annyiban, tehát elég nagyok. Jó. Elég nagyok, messziről, szabad szemmel jól láthatóak, és a nemzetközi gazdasági sajtó érdeklődésére is majd nyilván számíthatunk. Nagy versenyben vagyunk, több ilyen nagy versenyben vagyunk, és ezen nagy versenyek egy részében Debrecen is érintett. Úgyhogy a polgármester úrral itt folyamatos kapcsolatban vagyunk, a csapatával folyamatos kapcsolatban vagyunk, és hát ahogy nyertünk már nagy versenyt Debrecen vonatkozásában, számtalant, hál' Istennek, mert ugye ma is a Vitesco-nak egy 36 milliárd forintos beruházását jelentettük be, és most ezt a 36-ot már úgy mondjuk, hogy hát 36 milliárd, de ha belegondolunk, akkor ez megint csak egy óriási beruházás, idén a top 5-ben eddig benne van, tehát itt a Debrecenben most már azért más mértékegységekben mérnek önök, máshol még soha nem volt ekkor beruházás, itt Debrecenben ez meg már elmegy egy ilyen hétköznapi eseménynek, ugye jó, most ez szürke csütörtök. Hála Istennek, hogy ez így van. Hála Istennek, hogy ez így van, és látva mondom ezeket a tárgyalásokat, amiket folytatunk, hát jövök majd még. Ön azért közvetlenül tárgyal ezekkel a partnerekkel, és látja, hogy mi a véleményük Debrecenről. Miért lehet ilyen vonzó Debrecen? Tehát mire tudjuk megnyerni egymás után tényleg most már ezeket a beruházókat? Az első, amit kiemelnek, az a helyi városvezetésnek a profi hozzáállása. Tehát hiába menedzselünk mi jól egy beruházási tárgyalást a beruházás ösztönzési ügynökségnél, hiába adunk kiemelkedő kormányzati pénzügyi támogatásra vonatkozó ajánlatot, hogyha azt érzi a beruházó, hogy ott helyben minden vontatottan megy, akkor inkább köszöni nem kéri, mert hát a beruházásnak egy adott helyen és nem egy országban generálisan kell ugye megvalósulnia. Tehát itt mindig megkapjuk azt a pozitív visszajelzést, hogy a városvezetés profi hozzáállást tanúsít, hogy gyors, hogy rugalmas, betartja, amit ígér, és reális dolgokat ígér. Ezek nagyon fontosak. Ezek nagyon fontosak. Aztán ott van ugye nyilván mellette a városnak a logisztikai, infrastruktúrális környezete, tehát gyakorlatilag vasúton, közúton össze van kötve a legfontosabb célállomásokkal, van jó nemzetközi repülőtere. És hát ugye emellett az oktatás, tehát az, hogy van ugye 8800 olyan hallgatója a Debreceni Egyetemnek, aki a tudomány, a matematika, a mechanika, a mérnöki tudományok körében folytat tanulmányokat, az mondjuk egy iparépítés szempontjából rendkívül fontos. A város nemzetköziessége szintén, ugye, tehát itt valaki sétál a városban, akkor mindenféle fajta nyelven hall embereket beszélni. És ez jó, ez egy multinacionális cég számára nyilvánvalóan vonzó történet. És hát élhető a város azzal együtt, hogy egyre nagyobb. És azért, amikor ezek az expatok, tehát amikor nagy nemzetközi cégek, külföldi vezetői jönnek, akkor azért nyilvánvalóan a gazdasági számok mellett már úgy is kalkulálnak, hogy nekik itt majd élniük kell. És ez olyan hely, ahol szívesen él, ahol szívesen odahozza a családját, vagy nem. Tehát ez is nagyon sokat számít. Úgyhogy szerintem ez így egyben adja Debrecen vonzerejét, és ezt a vonzerőt ezt mi ki is használjuk még az elkövetkezendő időszakban, és ahol mindenki biztos lehet. És ugye azért van egy komoly német dominancia ilyen szempontból itt Debrecenben, de akár mondhatom országosan is. Lehet másfelé nyitni, tud Magyarország másfelé nyitni, hogy akár ne legyünk ennyire kiszolgáltatva Németországnak. Mondjuk itt azért Kína, mint gazdasági világhatalom, gondolom, hogy első körben jön számításba. Ti a németek hozták eddig Magyarországra a beruházásoknak egy kicsit több, mint ötödét, tehát valamennyivel 20% fölött vannak, nyilvánvalóan a legnagyobb beruházói közösség. Ez történelmileg így alakult, ez jól is van így. A német és a magyar gazdaság ezer szálon kötődnek egymáshoz, és ez a magyar gazdaság szempontjából előnyös.
Ugye az amerikaiak a másodikak, körülbelül egy olyan harmad annyi vállalat, tehát nagyjából 100, nagyjából 1700 vállalat van amerikai tulajdonban, Magyarországon nagyjából 6000 német tulajdonban, 300 embert alkalmaznak a németek, 100 ezeret az amerikaiak, és most már az első ötben benne vannak a koreaiak, hiszen a nagy elektromos akkumulátor gyáraik óriási kapacitásokat hoztak ide Magyarországra, és a kínaiak is most már följöttek a hetedik helyre. Ugye tavaly Kínából jött a legtöbb beruházási érték, és azért azt látni kell, hogy ma már a világkereskedelem és a világgazdaság súlypontja is egyre inkább kelet irányába tolódik. Ez egyszerűen számok alapján is látszik. 20 évvel ezelőtt Kína részesedése a világgazdaságból, a világ GDP-ből 4% volt, ma 18%. Hozzátesszük, az Európai Unió részesedése 21% volt 20 éve, ma szintén 18, tehát két elég erőteljesen ellentétes irányú mozgás ment végbe, az amerikaiak meg 30-ról lejöttek 24-re, tehát ebből is világosan látszik, hogy azért most már a világgazdaság történéseinek egy részét az keletről diktálják, arról nem beszélve, hogy mondjuk egy olyan 15 éve 80-20 arányban voltak egymáshoz azok a beruházások, amiket nyugati vagy keleti tőkéből finanszíroztak, ma ez is 50-50. Környékén van, és hát ne felejtsük el, hogy nem csak a pénzügyi, hanem a technológiai hátrányát is ledolgozta a kelet, és akkor innentől kezdve már az a kérdés, hogy hol mennyien élnek. És ugye a keleten a lakosság számát összehasonlítjuk a nyugati világgal, hát akkor kapunk egy elég egyértelmű képet, úgyhogy ezért aztán fontosak a keleti gazdasági kapcsolatok. És ugye mi ezt jó időben 2010-ben kezdtük el építeni, amikor a többiek még nem. És azért ennek az előnyeit azt azért folyamatosan érzékeljük. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy most már Kínából azért látszik Magyarország gazdasági szempontból, tehát rajtunk tartják a szemüket, mint potenciális beruházási helyszín? Hát annál is inkább, hogy azért 17 jelentős kínai vállalat már itt van Magyarországon, és nem véletlen az sem, hogy a Bank of China is ugye Magyarországra hozta a regionális központját. A Bank of China az most nyilván más dimenzióban olyan, mint az OTP nekünk. Tehát, hogyha ugye azt látják magyar vállalatok, hogy a számlavezető bankjuk az a nyugat-balkáni országokban mindenhol piacvezetővé válik, akkor bátrabban mernek oda menni vállalkozni, vagy beruházni. Nyilván így van ez a kínaiakkal is, hogyha látják, hogy az egyik legnagyobb kínai bank, a Bank of China Magyarországon regionális központot hoz létre, akkor az valószínűleg egy megbízható közeg lehet. És akkor ez már egy elég, nekünk ez az alap már elég ahhoz, hogy akkor onnantól kezdve a szokásos meggyőzési munkánkat elkezdjük. Ugye, ha már itt újraindulás és mondjuk új irányok, mondhatjuk talán, hogy túl vagyunk ezen a Covid járványon, a harmadik hullám lecsengett, remélhetőleg nem is tér vissza. Elindult ugye a gazdaság élet újraindításáért felelős operatív törzs. Korábban ön nyilatkozta is, hogy mivel mi hamarabb tudtunk nyitni, ráadásul ugye olyan gazdaságpolitikával Magyarországnak, hogy a járvány idején is igyekezett segíteni, akár a kanyarban is előzhetünk majd az újrainduláskor. Mennyire látja ennek a realitását, akár vannak-e már érzékelhető jelei? Hát nézze, ha a számokat megnézzük, akkor ugye tavaly globálisan 42%-kal estek vissza nemzetközi szinten közvetlen működő tőkeberuházások, Magyarországon 140%-os növekedést lehetett tapasztalni. Ma 36 ezerrel többen dolgoznak, mint dolgoztak egy esztendővel ezelőtt, és egy válság után vagyunk. 1434 vállalatnak tudtunk adni beruházási támogatást. Most az a feladat, hogy a rajtrácson megszerzett első helyünket futamgyőzelemre váltsuk. Tehát az szép és jó, hogy mi indulunk legelőről, de le kell nyomni a gázpedált, aztán gyerünk. És ehhez szükséges az, hogy a gazdaság újraindítása is a mi esetünkben legyen a leggyorsabb. És azért ehhez kellő alapot ad szerintem az, hogy az elmúlt hónapokban nagyon sok nagy nemzetközi versenyt nyertünk meg a beruházásokért. Tehát a Vitesco sem Magyarországot vizsgálta egyedüliként, mint beruházási helyszín. Vagy ma korábban, ha szabad itt ilyet mondanom, Miskolcon voltam, és ott a Boschnak egy szintén nagy 10 milliárdos nagyságrendű beruházását adtuk. Hát arra sem Miskolc volt az egyetlen jelölt, tehát, és nem Magyarország volt az egyetlen lehetséges célállomás. Szóval ezeket a nagy beruházási versenyeket most sorra nyerjük. Ennek persze több oka van. Az egyik oka például az, hogy a sikeres oltási kampány miatt a gazdasági életet megnehezítő korlátozó intézkedések már itt érezhetők a legkevésbé Magyarországon. Ezért is furcsa volt, amikor arról vitáztunk, hogy egy oltó anyag az drága vagy nem, mert egyrészt meg lehet kérdezni, hogy mennyit ér egy ember élet, ugye? Tehát megéri a 30 eurót vagy nem, és aki azt mondja, hogy ez drága, akkor az álljon oda azokkal szembe, akik ezzel az oltóanyaggal lettek beoltva, és mondja meg nekik, hogy szerintem nem ér ennyit az életet, tehát az egyik. A másik pedig, hogy azért a magyar gazdaság a legenyhébb korlátozások időszakában, tehát a vége felé is 30 millió eurós napi veszteséggel kellett, hogy kalkuláljon.
és ki lehet számolni, hogyha mondjuk most lenne fele ekkora az átoltottsági arány, akkor milyen intézkedéseket kéne életbe tartani, és az mekkora károkat okozott volna. Tehát ez a másfél-két hónapnyi előny, amit meg tudtunk szerezni azzal, hogy nem csak ültünk, azt vártuk a nyugatirányú vakcinaszállításokat, ez nagyon nagy segítséget jelent. És az majd ki is derül a közeljövőben remélhetőleg, ha megengedi még egy focis kérdés így a legvégére, már csak azért is, mert mikor legutóbb itt volt a Zsuzsák Balázsa, pont összefutottak a stúdió előterében, aztán most olvastam itt a híreket az átigazolási időszakban, hogy a Honvédhoz szerződhet Zsuzsák Balázs, miközben pont az ön kedvenc csapata, hogy is van ez? Csalódott, hogy végül hosszabbított Debrecenben? Pont azt beszéltük a Balázsra, hogy azért a mi szakmánkban is van valami közös, ez pedig az, hogy az újságok, meg a különböző média, vagy médiumok szemrebbenés és mindenfajta pironkodás nélkül le tudnak írni olyan dolgokat, aminek semmi köze a valósághoz. Tehát én örültem volna, legjobban nyilván van, elnézést kérek minden debrecenitől, hogyha ez igaz lett volna, de nem is voltak ilyen tárgyalások. Tehát ehhez képest sokan azért nagyon magabiztosan állították, hogy ez volt. De én, ha még ennyit szabad itt elárulnom, a Balázs mindvégig azon volt, hogy itt tudjon maradni Debrecenbe. Ha már tavaly meghozta ezt a fontos döntést és segített a csapatnak feljutni, akkor most itt lesz az ideje annak, hogy az NB1-ben is megmutassa magát, és akkor őszintén reméljük, hogy a válogatási elveknek minden egyes kritériumát most már tudja teljesíteni, és a világbajnoki selejtezőkön már majd ott lehet ő is a válogatottban. Nyilvánvalóan ugye mi a 10 millió szövetség kapitány ország vagyunk, tehát most rendkívül magabiztosan nyilatkoztam erről a kérdésről, de majd a kapitány nyilván eldönti, de nagyon szurkolunk a Balázsnak, hogy egy olyan futball nemzetben, ahol Puskás Ferenc, meg Bozsik József, meg Albert Flórián, meg Nyilasi Tibor játszott a válogatottban, hogy aki azért ott el tud jutni odáig, hogy ő a válogatottsági csúcstartó, az egy nagy dolog, és remélem, hogy nem csak egy ilyen kegyelem utolsó mérkőzése lesz, hanem még lesz benne jó néhány itt a világbajnoki selejtezők során. Meglátjuk. Meg hát azért lehet a DVSZ-i színeiben szurkolni Balázsnak, nem sértődünk meg, hogyha a miniszter úr a Lokinak is szurkolva. Az első fordulóban azonnal egy óriási dilemmával fogok szembesülni, de vannak ennél nagyobb problémák az életben, maradjunk. Így szokott lenni. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm, itt lettem. Kedves nézőink, ez volt a közügy mára, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!